A MIT, a Moravicai Ifjúsági Tábor több mint két évtizedes történelme alatt Vajdaság legnagyobb nyári táborává nőtt. Az idén 240 gyerek vesz részt az egyhetes élménypedagógiai és tehetséggondozó foglalkozásokon. Nagyon fontos, hogy aki eljön, az jó érezze magát, hogy élményekkel térjen haza, és ne csak egy ilyen laza, jó, oké, történt valami, hanem ez egy, akár egy ilyen élet meghatározó élmény, egy nagyon nagy dózis legyen. Nem véletlenül a szlogenje az a tábornak, hogy egy hét alatt egy évnyi élmény, és most már ezt így a tapasztalat is azt mutatja, hogy tényleg tud olyan szintű élményt okozni a tábor, ami kitart akár egy éven át. A tábor központi témája a Csillagok háborúja, filmeposz háttér mitológiája, de a gyerekek érdeklődési körük szerint választhattak altábort. Azért jöttem ebbe a táborba, mert én már tavaly is voltam itt, és nekem nagyon tetszett. Mondtam anyukámnak, hogy szeretnék ide jönni, és akkor eljöttünk. Harmadszorra vagyok itt. Nagyon dús a program, és alig van szabad időnk, de amúgy nagyon jó, de amikor van szabad időnk, akkor meg kártyázunk, barátkozunk, ha beszélgetünk. Jöttem ebbe a táborba, mert otthon szeretek össze-vissza ugrálni, és gondoltam, jó, most én is elmegyek ezzel a táborban. A tábor egyik különlegessége, hogy a gyerekek kénytelenek kilépni komfortzónájukból. Számítógép és hűs szoba helyett sátorban töltik a hetüket. Biztonságukról és a tartalmas időtöltésről 70 fős szervezőcsapat gondoskodik, de a legnagyobb eredmény, hogy a falu is magáénak érzi a rendezvényt. Bármit kérünk, bármilyen nemű segítséget, és nem csak a pénzbeli segítségek. Kell, és pénzbeli segítségekre gondolok most, hanem a falu úgymond elismerésére, környezetünk elismerésére, mert bármit szeretnénk, tehát hogyha most szükségünk van egy kamionra, akkor találunk itt a környéken egy olyan embert, aki eljön és nekünk segít arra az egy napra. A tábor vasárnap nyilvános záró ünnepséggel fejeződik. A gyerekek a nagy közönségnek is megmutatják, hogy mit tanultak ezen a héten.